Sziasztok! Sziasztok! Először is szeretnénk megköszönni, hogy annyian írtatok és érdeklődtetek jogaórákkal, illetve sok minden mással kapcsolatban. Aki nem ismerne minket, röviden, tömören bemutatkoznánk. Pesten éltünk, és tavaly decemberben költöztünk le ide vidékre, Zalába. Mindketten jogaoktatók vagyunk. Norbinak is többféle órája volt Pesten. Volt hatha joga, power joga, pegyencedzés. Illetve én is gerincjogát, yin jogát, hangterápiákat tartottam, és ezt itt szeretném majd folytatni. Emellett pedig szeretnénk bemutatni a mi kis életünket vidéken, a mindennapi kihívásokat, kalandokat. Igen, én személy szerint nem is jártam még Zala megyében sem előtte, illetve egy embert sem ismertünk, mikor ide költöztünk. Úgyhogy elég nagy kihívás és komfortzónán kívüli, viszont nagyon szeretjük, és tényleg teljesen más az, hogy feltekered a radiátor, a hangerőt egy panellakásban, és úgy van meleg, vagy mikor ki kell menned a hidegben a fáskamrába és belerakni a kályhába. Van egy nehézsége, de van egy másik oldala, ad egy szabadságot. Szerintem minél közelebb kerül az ember ahhoz, hogy ellássa önmagát, annál szabadabb lesz, viszont ez felelősséggel jár. És ezt szeretnénk mi bemutatni, hogy nem olyan nagy ördöngőség ez, aki ebben gondolkodik, bátran kezdje el, megmutatjuk, hogy komposztálunk, hogy kertészkedünk, palántázunk. Csibéket nevelünk. Így van. Úgyhogy teljesen kezdőként tulajdonképpen vágtunk bele. Az életünk maga egy jóga, Úra, mert a jóga az a ragaszkodás, mentesség és az egyszerűség. Majd jövünk a videókkal, és itt még szeretnénk megjegyezni az egység közösségének, közösségéből barátainknak köszönetet, akik látták az eddigi videóinkat, ami telefonnal lettek összevágva, mert nekünk most nem ez volt a legfontosabb, és megleptek egy vadi új laptoppal, hogy zavartalanabbul menjen ez az egész, és nagyon bíztatnak minket, úgyhogy külön köszönet nekik. Aztán... Úgyhogy figyeljétek az oldalt, a továbbiakba kövessetek minket, és mi pedig igyekszünk minél hamarabb feltölteni a videókat. Igen, most már YouTube csatornánk is van, úgyhogy iratkozzatok fel bátran. Illetve ez a hely fizikailag is meg fog nyílni, szóval le lehet jönni ide kicsit táborozgatni, elvonulni, kikapcsolódni. Programokat fogunk összeállítani, jógaórák, egészségügyi étkezés, de erről majd később bővebben. Igen. Köszönjük! Köszönjük, sziasztok!